gyermekletem újra, lovagolok fűztas ígot fújva, lovagolok Szilai Nápári pár tájhoz még, lovag innitíván megitattam ki lovam, gyibetyár, cserepogár, sárga cserepogár. Meggondol az esteli haramszó, kifáradt már a lovas és a ló. Hazamegyek, ölébe lesz ajkám, az altató nóta hangzik ajkán, hallgatom, s fél álomban vagyok már. Cserebogár, sárga cserebogár. Egy olyan összeállítást hozhattam ide a Váci embereknek, egy olyan estet, amely az én sok előadó estemből állt össze, illetve azokból részleteket mondtam, mert úgy akartam, hogyha elhozok egy teljesen megkomponált önálló előadást, tehát az nagyon nehéz lett volna. Így azokat verseket szedtem ki a sok-sok előadó estemből, amelyeket mondom, én is nagyon-nagyon szerettem, és bíztam benne, hogy a közönségben is szép emlékeket is idéznek, például a Petőfi versek, mert azokat mondtam Petőfitől, amelyeket mindenki ismer. A ritkábban hallott költők közül is mondtam elég sokat, azokat pedig azért, mert szintén én nagyon-nagyon szerettem őket, és hát méltónak tartom őket arra, hogy mindenki megismerje, illetve aki hallgatja, hogy lássa, hogy micsoda költőink voltak, meg vannak még hála a jó Istennek a mai napig is. Azt mondanám, hogy ha én nekem a jó Isten adott volna a tehetséget az íráshoz, a versíráshoz, akkor ugyan úgy írnék, mint azok a költők, akiket én ma ide hoztam Vácra. De mivel nekem ehhez nincs tehetségem, hogy verset írjak, ahhoz viszont kaptam egy kis talentumot, hogy elmondjam őket, legalábbis én azt hiszem. Ezért aztán én, ha a verset írnék, ugyanígy írnék, mint ezek a költők, akiknek a verseit elmondtam. Nagy László, Petőfi Sándor, Széchi Margit, Rákos Sándornak ez a gyönyörű verse, a Sirató, amit akárhányszor elmondok valahol, mindig odajönnek hozzám és megkérdezik, hogy kitől is volt a vers, mert amikor az ember bemondja az elején, akkor lehet, hogy nem tudják megjegyezni, nem figyelik meg az emberek. Én is így voltam, el is meséltem itt egy régi verskezdő élményemet, vagy versmondást kezdő élményemet, és Rákos Sándor egy Kossuth díjas költő volt, talán 15-20 évvel ezelőtt halt meg, és még arra is büszkén emlékszem, hogy mi egy faluban születtünk, úgyhogy ilyen földiek vagyunk. Én egyszer találkoztam vele az életben, de ezt a versét szóval előtte soha nem mondtam el. Ez egy gyönyörű vers, nagypénteki vers, de azt hiszem, hogy minden alkalommal el lehet mondani. Tehát Szűz Mária és Jézus a két fő alak a versben, róluk szól a vers, természetesen áthelyezve a mai világba, a 20. századba. De a 20. századi szöveg az ugyanúgy a 2000 éves tartalommal töltődött meg Rákos Sándor által. Én azt hiszem, hogy azokban a versekben, amelyekben nem említettem konkrétan Isten nevét, azokban is mindegyikben benne van az Isten. Én csak olyan verset mondok, amit, hogy is mondjam, a költő olyan kedvében, áldott kedvében írt, amikor a jó Isten vezette a kezét. Én pedig, nekem pedig az ujjaimat vezette, amikor én ezeket a verseket megtaláltam. Én vallásos családban nevelkedtem, de hát ez elmondhatja magáról sok millió ember. Az édesapám görögkatolikus pap volt. De ez nem jelenteni azt, hogy én nekem akár még Isten hívőnek is kellene lennem, de én magamtól így úgy döntöttem,
rájöttem, hogy nekem ő van egyedül mindenek fölött, és azt hiszem, hogy minden verssel őt szolgálom, és őt szeretném szolgálni, és azt hiszem, hogy ezt a hallgatóság, a közönség észre is veszi. Ezt gondolom, fiam. Ma pénteki napon, kora reggel. Kiszaladtam a nagy kopácsolásra. A kapuban állok. Az időt nem tudom, mert ez a bolond kakas össze-vissza kukorékol. Az őr ma néma. És a nap sem olyan, mint máskor. Be kéne mennem. Be is megyek már. Meg kell fejnem a kecskét, kiengednem a tyúkokat, fölsepernem az udvart is, tenni sorban a nap dolgait. Mert jó a munka, hidd meg, az sibbasztja el a fájást a szegényben. Megyek már, megyek. Bármi nehéz, itt hagynom a kapufélfát, az utcát, melynek végén az olajfánál föl kellene bukkannod. A reményt, hogy már messziről meglátlak. Megyek be a tyúkjaimhoz és a kecskémhez. De jaj, asszonyok szaladnak az úton. Integetnek. Nekem integetnek az asszonyok, engem hívnak. Indulok már, futok feléjük. Veronika is köztük van. Kendő nélkül jön. Kezét tördeli, térde meg bicsaklik. S most látom, csak tántorognak a többiek is, mintha súlyokat cipelnének. Tántorognak és sírnak mind, zokognak. Most értem a sötétülő napot. Most értem a jóslatokat és a csodákat. Jézus, szerelmes fiam, most értelek meg először.